Préko. Ja, de... Teszt. Haló. Ez ilyen sokáig tart? Ja, oda kell nézni. Ja, szóval. Azt hittem, spontánképet szeretném. Ez szörnyű, várjál, hajamat előre kell hoznom. Fiú, erre ha ráülök, ennek baja lesz? Vagy ne üljek rá? Hát... Innen jobban látod. Na jó, szedd már össze magad, Blanka. Gondolom már sok szurkolónkkal előfordult az, hogy beütötték a Google-be egy játékosunk, sportolónk nevét, akiről meg szerettek volna valamit tudni, akár a magánéletéről, vagy éppen azt, hogy a pályán hogyan teljesített és milyen eredményeket ért el. Egy hasonló játékra hívtuk ki két női kézlabdázónkat, Bíró Blankát és Sácsöl Nadint. A lényeg az az, hogy öt olyan kifejezést választottunk ki, amelyekre a lányok neve után leginkább rákerestek az emberek. Meglepő. Hát, gondolom a Natálira voltak kíváncsiak az emberek. Hát 20 éves a kis drága húgom. Most már ő is az NB1-ben játszik, és nagyon remélem, hogy sokkal többre viszi majd, mint én. Hát Vác, azért elég közel áll a szívemhez ez a város. Hiszen a szülőfalomtól nem messze van, 10 kilométerre, azért itt nőttem fel, itt lettem NB1-es játékos, itt kerültem be a válogatottba. Tényleg a Dunakanyarba ott nőttem fel, és nagyon sokat köszönhetek azért ennek a városnak. Érdekes. Lehet, hogy a nevem alapján kíváncsiak arra, hogy magyarok-e a szüleim. Legalábbis erre tudok következtetni. Igen, mint édesapám, mint édesanyám is mind a ketten magyarok. És ahol felnőttem Mohácson, apukám odavalósi, édesanyám pedig Komlón született. És nem tudom, hogyha esetleg arra kíváncsiak, hogy tényleg magyarok vagyunk-e, a nagypapámnak a vezetékneve ugye a Sácsöbből kifolyó sváb eredetű, és van egy kis sváb vér a családban. Testvére. Egy testvérem van, egy bátyám, és azért szerintem Nada is tanúsíthatja, hogy a kapcsolatunk azért az elég jó, sőt azért nagyon sokan megirigylik, hogy nagyobb korkülönbség 7 év van köztünk. Ja, jó, neked is jó. De ő az az életemben, aki tényleg bármikor felhívom, segít, és az ideje engedi. Azt tudom mondani, hogy az összes mérkőzésemen ott van. Régebben azért nagyon úgy voltam vele, hogy mi az, hogy nem tudsz jönni. De most már megértem, és most már tényleg örülök, hogyha itt vannak. Izgulok. Szerinted? Á, le se bírom szedni, ezt kihagyhatjuk. Elég hizelgő, hogy erre rákeresnek az emberek. Talán kíváncsiak arra, hogy van-e párom, nincs-e párom, ki a párom, ha van esetleg. Én mindig is azt mondom, hogy nem szeretek így a magánéletemről beszélni, és nem is nagyon verem nagy dobra, és hogyha nem haragszok, akkor most se fogom. Hát most ezután én is kezdjük el impulni a következő. Már leszedem neked, nyugi. Én szeretném. Jó. Óvatosan. Már nézzük. Bíró Blanka Bölde. Amúgy megmondom az őszintét, az elsőre számítottam, hogy elsőnek teszitek be, de lehet csak ti voltatok kedvesek, hogy hátrább tettétek. Azért hát az utóbbi időben nagyon sok embert lehet érdekelt a dolog, hogy akkor most mi van, hogy van. Nem szeretjük ezt nagy dobra verni. Én sem, előtte se volt ugye a magánéletemet, azért ugye, hogy a Nada is, hogy kiteregette, én is azért nem szeretem az emberek elé tenni. Nagyon sok embert, főleg a bulvárt azért érdekelte, de mi mind a ketten úgy voltunk vele, hogy a pályán szeretnénk bizonyítani, és nem a bulvárban. Neki is azért próbáltás volt, visszakerült Paksra, ott is bizonyítani akart. Nagyon nagy volt benne az, hogy megmutassa mindenkinek, hogy ő kicsoda. Ott is, illetve nekem is azért a pályán, és itt a Ferencvárosban azért mindent meg akartam tenni, és csak is erre akartunk koncentrálni mind a ketten, és a magánéletet pedig meghagyjuk magunknak. Ne téped nekem? Hát persze. De jön, mondj te. Spekezi, docs? A szülővárosom az München, mind nekem, mind a testvéremnek. A szüleim oda költöztek ki, mert ott kaptak állást, és 10 évet éltünk kint.
Aztán oda jártam óvodába, meg 3 évet iskolába, és szerencsére anyanyelvi szinten beszélem ezt a nyelvet. Amúgy magyar vagyok belül. Amikor kicsi voltam, bármilyen hihetetlen, de karatéztam. Gondolom, senki nem nézi ki belőlem. Aztán hát igazából az egész család mindig is sportos volt, és mikor hazaköltöztünk, akkor egy akkori barátnőm elvitt kézilabda edzésre, és az úgy, akkor megmaradtam ennél. Megmutatok mindenkit, nem vagyok terhes. Gondterhes. Maximum gondterhes. De viccet félretéve, most jót nevettem ezen. Egy éve márciusban, ugye a koronavírus előtti márciusra megelőző egy évben, nekem volt azért egy komolyabb sérülésem a derekamnál, amit több meccset ki kellett hagynom. Pont Vácon játszottunk, és utána jött a 2 rosszabb meccs ugye a Bajnokok Ligájában, és akkor pont Bognár László dob is például, meg többetek kaptam ilyen képüzenetet, ilyen kivágott képet, vagy ilyen kommentekből, hogy valaki biztos forrásból tudja, hogy én terhes vagyok, és hogy azért nem játszottam, és hogy csak Gábor megkért, hogy arra a 2 rosszabb meccset még vállaljam be, akkor azért jót nevetünk rajta. Dob is mondta, hogy írt, hogy most aki ezt így nekem megtudni, mondom, nem. Nem, mondom, azért azt nem így szeretném. Hát a Mohács, igen. Ide költöztünk haza, München után. Itt folytattam az iskolát, a 4. osztályt. És hát mondhatni így is, hogy ott nőttem fel, mint a kézilabdába, mint a fiatal koromba. Szeretek hazajárni, amikor az időm engedi, főleg, hogyha esetleg a buszajárással haza tudok menni. Azt mindig nagyon élvezem, hiszen nagyon sok ismerőssel tudok találkozni. Egy ilyen megtisztelő díjat is kaptam a várostól, a város sportolójára kitüntettek, és ez nagyon megtisztelő, és nagyon boldog vagyok ez miatt. Tehát nagyon jó érzés, hogy az a hely, ahol felnőttem, érzem, hogy támogat, és ott van mögöttem. Mi? Hát nekem nincs tetoválásom. Megmondom az őszintét, hogy szerintem soha nem is lesz, és nem is szeretnék, nem vagyok a híve ennek. Van egy nagyon híres magyar tetováló művész, ja. Németország és Magyarország között ingyezik, és ő is bírónak. Ja, azért meglepődtem, amikor lehúztam. Meg hogy ez a másodállásod, nem? Amúgy szólhattál volna amúgy. Akkor hozzágyövök. De nem, ez az, ami tőlem nagyon távol áll. Tényleg, ha szép, mert mindig az első kérdésem az az, hogy mi értelme van, mert itt, hogy mit jelent. Na, hogyha valaki csak úgy, jó, de nagyon azt szeretem, amikor valaki ha tetováltat, és akkor el tudja mondani, hogy ez azt jelenti, vagy ez azért, mert ahhoz a személyhez, vagy azért kötődik. Harmadik az biztos volt. A Dani az biztos volt. A többivel úgy voltam, hogy hát tényleg ebben az egyben voltam biztos, a többit megleptetek. Azzal megleptetek. Vagyis nem azt mondom, hogy megleptetek, de nem gondoltam volna, főleg az utolsó 2, hogy ott mi lesz. Hát én igazából a német, meg a Mohácson nem vagyok meglepve, meg a testvéremen se. Talán a második és a harmadikat mondanám, amire úgy nem számítottam, mert az annyira tényleg nem tartozik azok közé, amiről beszélek, de aztán lehet pont ezért kerestek rá. Amúgy találó. Ez az 5 rákeresés. Hát nekem vagy... nagyon szerintem. Nekem volt meglepő például. Na, hát 5-ből 4. A tetoválásra gondoltam. Ja.